A temerini község 6 tisztségviselőjét azzal gyanúsítják, hogy 2005 és 2010 között a helyi járulékból befolyt 155 millió dinárt nem célszerűen használták fel. A feljelentésben Matuska Mihályt, a községi képviselőtestület elnökét, Puskás Tibort, az első helyi közösség tanácsának elnökét, valamint a sztárogyurgyevói, a Járeki és a szőregi helyi közösségek tanácsának elnökeit terhelik az említett pénzek nem célszerű értékesítése, valamint hivatali visszaélés miatt. A közel 155 millió dinár célszerűtlen elköltése súlyos következményekkel járt a temerini polgárokra nézve. A tervek szerint az említett 5 éves időszakban a helyi járulékból összesen 200 millió dinárra számítottak, aminek a nagy részét a községi csatornahálózat kiépítésére fordították volna. Ebből sajnos nem lett semmi, sőt a legszűkebb központban létező kanalizáció is tartományi és köztársasági pénzforrásokból készült el. Felmerül a kérdés, mire költötték azt a 155 millió dinárt? Ki hagyta jóvá ezt a törvényellenes cselekedetet? A délelőtt folyamán telefonon többször is felkerestük a bűnvádi feljelentésben érintetteket. Puskás Tibor, az első helyi közösség tanácsának elnöke nem hajlandó mindaddig nyilatkozni, míg hivatalosan is nem értesül az ellene indított feljelentésről. Még Matuska Mihályt, a községi képviselőtestület elnökét többszöri próbálkozás után sem tudtuk elérni.